Folytatjuk is műsorunkat február 23-a minden évben Vasalbert évforduló, vagy felolvasó estel, vagy valamilyen e, kezdeményezéssel szoktak ezelőtt tisztelegni, és így van ez Kovács Zoltán esetében is, aki rajongója Vasalbertnek, mint írónak, és Vasalbert égi kávéháza néven elindult egy kezdeményezés. Gyöngyös és környékén itt van velem a kezdeményező Kovács Zoltán. Szia Zoli! Szervusz, és itt a arra, hogy te szereted a Vasalbertet, miért is? Igen, hát Vasalbert műveivel egész fiatalon megismerkedtem, és, és hát rögtön megfogott, lehet, hogy rögtön jó művel kezdtem. Mindenkinek azt ajánlanám, hogy talán ezzel a művel kezdje a Funtinelli boszorkányokkal. Gyönyörű tájléírás, gyönyörű emberi sorsok bemutatása. Annyira az ember el tudja képzelni magát abba a millióbe, abba a környezetbe, fel a hegyek közé nagyon szépen ír a román emberekről is a magyar emberekről is tehát teljesen én akkor még nem hallottam ezekről a ellenvéleményekről csak kezembe került a, a könyv én nem értek egyet azzal, hogy megosztó lenne, mert mindenkinek ajánlanám, hogy el kellene olvasni egy-két De beszéljünk művét. is erről a kezdeményezésről, mert hogy ez most volt először. Ugye elkezdted már januárban ezt a toborzást, a... de akkor beszéljünk erről, ami most először volt, és aminek lett egy eredménye, milyen eredménye lett. Igen, erről is fogunk beszélni, de a kezdeményezés az 2004-ben indult. Országos hát kezdeményezés. Hát a országos, igen, ezt mondtam az elején. Gergely, igen. mi, Gyöngyös tíz éve ezelőtt csatlakozott hozzá. Hozzá, mint főszervező az elétől fogva részt vettem. Viszont idén olyan kérdése, kérdéssel, ötlettel fordultam a főszervezőhöz, hogy mit szólna hozzá, hogyha egy online térben elindítanánk egy ilyet. Ő beleegyezett, és azt mondta, próbáljuk ki, nézzük meg, hogy mi lesz az eredménye. Ezt hozzá kell tenni, hogy körülbelül öt éve van egy, a vasalbert Égé Kávéháza Gyöngyös és Vidéke Facebook csoportunk, jelenleg 150 taggal, és hát úgy gondoltam, hogy ennek a Facebook csoportnak az alapján meg, megpróbáljuk megcsinálni ezt. Hát ez egy kicsit kinőtte magát. Ugye az internetnek köszönhetően nincs megállás, tehát ott a, a határa, határok. Így van. Határa csillagos ég. Eléggé elterjedt. És, és, végül a kezdeményezést én úgy értékelem mindenképpen, hogy nagyon sikeres volt. Hát területi megoszlása az elég bőre sikerült, mert Budapesttől Beregszászig, Fehérgyarmattól Karancságig érkeztek be felolvasók, illetve, illetve videók. Hát azért nem kis anyag állt össze, így akár a vágatlant, akár az együttes produktumot nézzük, azért ez egy több órás terjedelem. Hát összességében három órányi anyag érkezett be, ebből készült el egy 130 perces felolvasósás, tehát ugye ez úgy volt meghirdetve, hogy mindenkitől legalább két videót kértem, az egyik a kedvenc verse, idézete, szövegrészlete, bármelyik vasabbert műből, a másik pedig az adjátok vissza a hegyeimet műnek a bevezető szakaszát, Kértem, hogy olvassák fel egy másik videóra, mert ebből pedig egy, egy versmontás készült. És akkor milyen visszajelzéseket kaptál, mert hogy már a hétvégén közzé is tettétek, és akkor most eltelt már egy pár napod? Így van, ez a mi Facebook csoportunk oldalán közé lett 23-án, ugyanis maga a a felolvasó hétvége az 23 a 24 -a és 25-én került megrendezésre, úgyhogy 23-ára felraktuk. Hát mivel egy nettó 130 perces anyag gyűlt össze a felolvasásból, úgy döntöttem, hogy ezt négy részre bontom, tehát egy négy részes videóanyag került fel, illetve a vers 5. ötödiként. A visszajelzések nagyon jók, nagyon sok megosztást kaptunk eddig is. De igazából én kedden beszéltem az országos szervezővel, mert ugye ő vasárnapig teljesen le volt terhelve, és ígéretet kaptam tőle, hogy az országos oldalra is, is fel fog kerülni, illetve a többi szervezőnek. Ugye azt mindenképpen el kell mondani, hogy 58 helyen került ez megrendezése egy időben, egy hét végén, és mindaz az 58 szervezőnek széjjel fogja küldeni az anyagot. Úgyhogy szerintem ez elég. És már csak egy kérdést tenkedj meg akkor jövőre is, hasonló dolgokra készülsz, tehát akkor töretlen a lelkesedés? Én úgy érzem, hogy volt hozadéka ennek a dolognak, abból a szempontból is, hogy csak egy példát hagyd mondjak engem meg, hogy hogy két iskola is csatlakozott hozzánk, a Beregszászi Horvátan Gimnázium, illetve egy, egy Vásáros neményi Iskola, és ők ö, me, ö, úgy csatlakoztak hozzánk, hogy most oké okay, elküldték a videóikat, de jövőre például már, mint, mint különálló egység szeretnék megszervezni ugyanezt. Legyen úgy, hogy sikeres lesz. Köszönöm, Zari, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt tehát a gyöngyös ma pénteken, legközelebb újadásra jövő héten hétfőn várjuk Önöket, viszontlátásra szép hétvégét!